Nos, hát üdvözöllek titeket egy újabb GTA-s videóban. Fú, de régen volt, geci, azt a kurva. Rohadt régen volt már GTA-s videó, most ugye a traileres videót leszámítva egyébként. Végre megjelent ugye ez a... Chop Shop? Hú, baszki, mi volt ez? Chop Shop DLC? Elég érdekes nevet kapott egyébként. Hogyha jól emlékszem, gyorsan megnézem. De úgy, de az volt szerintem. Aha, Chop Shop. Chop Shop DLC, nagyon jó. Egyébként az előzetes videóban már látható volt szépen. Kicsit lentebb veszem azt hiszem a hangot, mert lehet, hogy hangosabbak vagyunk, mint amennyire kéne lenni. Bár a franc tudja, lehet, hogy csak nálam hangosabb. Várja, mennyi van nálam? Ah, akkor itt leveszem. Jó. Na, szóval. Tehát, igen, az előzetesben egyébként láthattunk pár autót. Köztük szerintem újakat is láthattunk, de régieket is, előzőeket, köztük a Suprát. Ugye az új Toyota Suprának a hasonmás autóját. Na most, először is egy online-ra föllépek, pontosabban ugye csak egy invite-only-ba, megnézzük, hogy milyen küldetést kapunk így elsőnek. Illetve láttuk az átvezető videóban állatkát is, ugye egy bánát úszkálni. Na most ugye a PC-s online nem kapta meg ezt az állatkás frissítős részt. Mi csak a driftet kaptuk meg elvileg. De meglátjuk, hogy mennyi contentet kaptunk egyébként, de az állatkákat biztos, hogy nem kaptuk meg. És ez továbbra is egy agyfasz. Továbbra is egy agyfasz. Hülyeség, hogy nem kaptuk meg az állatkákat, ugyanis sztoriba benn van, már megjelenés óta bírja a hardware. Ugye, bazd meg mennyi édesítés, de jó Isten, várja. Kaptunk egy deliveryt, oké, okay, a Grotti Turismohoz. Igen, mi van még ott? A Vardit valami Coca-Cola Challenge, vagy E-Cola Challenge, vagy mi a faszom az ott. Valami Celebrate, bazdek, annyi ideig sem hagyja kint, hogy az ember elolvassa, akkor faszé adnak ennyi értesítést, bazdek. Nem tudom, egyetlen kiírja ide a játék nekünk? Aha, oké, okay, na szóval. Ammunition már megint, Daily Challenges, oké. Okay. Doomsday helyez... Mi? Ez komoly? Most kapok meg egy Doomsday helyztes challenge-es rewardot. Oké, okay, időben. Nem tudom már mikor csinálhattam a Doomsday challenge-eket utoljára, de kurva régen volt. Úgy nagyjából olyan 2-3 évvel ezelőtt, amikor megjelent, talán. Mi van még itt? Még egy... A Pegasus... Ó, az Antonohoz kaptunk egy Rockstar Motorsport livery-t, ezt meg kéne nézni. Ezt meg fogjuk nézni ezt, akkor lehet, hogy Zentornot hívjuk le így első körbe, ha már így vagyunk. Mi van még itt? Strong Rewards, valamilyen bodysuitot kaptunk, egy plate-et. De ezek szerintem lehet, hogy nem is most jöttek ezzel a DLC-vel, ezek lehet, hogy csak le vagyok maradva, aztán most kaptam meg valamiket. Azt mondja, several new clothes, clothing items to celebrate your character's birthday. Oh, egyem a szívüket, még ilyen is van. Oké, okay, you have four, az meg az izé, jó. Oké, okay, na, ezt a Pegasus Antonot, ezt gyorsan megnézzük, amúgy is ki kell menni, meg ugye, na faszom, már megint rossz irányba mentem. Egyébként még mindig imádom ezt az Office-t. Jaj, basszus, azért, hogyha megjelenik a 6, és lesz online része, meg ilyesmi, azért hiányozni fog az 5. Bassza meg, it was so much fun. Hiányozni fog ez a GTA 5. Egyébként még lehet, hogy a 6 megjelenése után is néha föl fogok nézni, mert egyébként maga az online karakter az kurva jó. Tehát amíg a szervert működtetni fogják, addig szerintem én föl fogok nézni hébe-hóba online-ra. Meg azért a helyszínek is még mindig faszák, szóval egyébként meg lehet csinálni. Azt nézem egyébként, hogy 135 FPS van, that's cute. Jó hasít akkor a gép. Na, azt mondjuk, hogy akkor kérjük a Zentornot. Valahol itt van, ja. Na már hív is. At last! I got you! You know, you are a very hard person to reach. But then, so is Yusuf Amir. So this is a very special occasion. A meeting of titans. Now, let me open the kimono and show you my business. I want you to invest in a partnership. There is a chain of salvage yards going into administration. Buy one of them, and it will be the start of something very profitable. Well, come on, what more do you need to know? Let's pull the trigger. Come on, baby, let's hustle, let's grind, let's make some paper. I'll be in touch.
Jó volt a vége, tehát így megy a hype, megy az ezer, tipikus marketing ember, megy a hype, mint a szar, egy érted, hangosan, stb. Minden, aztán végére meg, na akkor mi van? Tehát így visszaveszi a hangot. Jó, szóval, várják, ki van kapcsolva, húd, azt adját. Mi van kikapcsolva? Lol. Na jó, kösz. Oké, hol vannak ikonkánk? Vagy úgy látom, akkor valószínűleg ezt megint izéből kell megvenni. Vagy egy Maze Bankból. Aha, Savage Yard. Ami akkor egy nagyon jó Savage Yard, tiszta CMS, baszki. Megint restaurálunk, most már GTA-ba is, tehát ugye ez így, what the hell. Na most, ezt mindjárt eldöntjük akkor, hogy melyiket fogjuk megvenni, de előtte ezt az Entornot gyorsan nézzük már meg. Mondjuk jobb lett volna, ha bemegyek a... igen. Bocs, bocs, szembeforgalom, engedj át, taka, taka, menj! Úgyhogy köszi! Itt amúgy is közelebb van, úgyhogy gyorsan beugrunk vissza a garázsba. Aztán onnan megyünk akkor be gyorsan egy tuningra. Megnézzük ezt a rockstar, valamilyen rockstar festést kapott. Mondjuk nem hiszem, hogy felraknám egyébként az Entornóra. Mert ezt én így szeretem, ezt az autót, ezt az autót így, ahogy van, megálmodtam akkor, amikor megjelent egyébként az 5. És azóta nem változtattam ezt az autót, legalábbis a stílusán festését nem változtattam. Az más kérdés, hogy... ja, hova megyek? A más kérdés, hogy ugye maga az account egyébként, nekem ez a második accountom. De ezt leszámítva az autó stílusán, amikor megvettem itt a második accountban, itt is ugyanez volt. Tehát totál ugyanez volt a festés, mindig. Az egész karosszéria, tuning, minden. Megnézzük azért ezt az extra livery-t, hogyha már így belefutottunk. Bár nem valószínű, hogy egyébként Rockstar, vagy mi az? Ez a DLC-vel jött, ez most így egy jó kérdés. Ezt egyébként tökre bírom. Ez a Harley Quinn, egyértelmű utalás egyébként ez a... ezére... a Joker asszonyra egyébként. Van egy alt, még csak egy fehér. Sem az, Abstract, Rampage Racing... mondjuk ezt sem láttam még szerintem. Comic book, ez sem rossz mondjuk. Ah, itt van Rockstar Motorsport. Anyád, nem is rossz. Egyébként nem is rossz. Ha nem kék lenne, hanem mondjuk fehér, vagy valamilyen szürkés a secondarim, akkor tökre jó lenne rá. És jól néz ki, bassza meg. És még össze is folyik. Lehet, hogy még a vizét is levenném. Crew logót, hogy jó legyen. Ez nem néz ki rosszul egyébként. Ez jó festés. Nem rajz ki rosszul. És ingyenes getsz. Nagyon jó, nagyon jó. Hát mondjuk... most tegyük föl. Az a baj, hogy kék az autó. Most így... mondjuk ez igaz, nem sokan jön a GTA 6, szóval... így, nem tudom, 10 év után változtassuk meg az Entorno külsejét. Azt nem is tudom, hogy egyébként már a respray-ben hol is van a primary color, az maradhat szerintem fekete. A secondary az most akkor ebben az esetben legyen mondjuk egy... aha, igen, ez a baj, a secondary-val ugye a kerékfestés, kerékcsíkot is módosítjuk. Hát a fasz tudja, hogy melyik passzolna hozzá, nem tudom, van valami silver. Blue, 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 green, yellow. Nézzük itt az elejét, azt hiszem valahol ott lesznek a silverek, igen. Ez a sima silver, hát nem valami fényes. Bár úgy éppen, hogy egy tónusba kerül egyébként szerintem azzal, csak elég el van így rejtve a maga a díszcsík. Beleolvad a festésbe. Na meg hát akkor ugye a izét is le kéne cserélni. A neont, a lászfényt. Na mindegy, legyen a köz a silver. Csak hogy haladjunk is. Crew logót azt mondjuk nem szedem le. És a... mit akartunk? Még a neont akartam átállítani. Lights, neon kits, color. Azt mondja, hogy... hát mondjuk piros. Elég agresszív. Nem rossz mondjuk. Mert még a fehér lehetne esetleg. Mert ugye szürkénk az nincs. Vagy maradjon a kék. De nem, a kék az meg annyira nem passzol azért. Egy feketéhez ez a piros lenne jó. Vagy inkább a fehér. Még nem tudom, hogy az Entornot majd lehet-e pont használni esetleg ilyen drift autósra. Kíváncsi leszek, hogy hány autót, meg miket lehet majd átalakítani. Lesz-e esetleg egy listánk, hogy miket, milyen autókat lehet driftesre inni? Hát mondjuk a fehér passzolna leginkább. Jó, legyen a fehér. Viszont akkor ezzel együtt a headlightot is kell állítani, mert most szerintem a
franc, hogy lehet, hogy sima kéken van. Jó, mindegy, azt nem állítom most, csak így. Szóval 10 évvel később, nagyjából 10 nem tudom hány évvel később, most megváltoztattam a Zentorno festését. Egyébként nem rossz, ja. Nem rossz. Fasza, fasza. Jó, jó, ez jó, jó. Ez így tetszetős, hogy egy ilyen Rockstar Games-es feliratosat csináltak. Csak azt emléltem, hogy ezzel miért kellett ennyi ideig várni, ilyen Rockstar Games-es feliratos izéket, festéseket azért. Na. Legelőször is akkor. Amit általában szoktam egy ilyen esetben, amikor van új megvehető helyünk, úgymond. Ja, hát ezek eléggé egyértelműen néznek ki, tehát ez itt az egyik ilyen Free Mode Eventnek a helye mellett van, ahogy elnézem. Nem tudok rá kérni egy GPS-t. Nézzük árba melyik mennyi akkor. Ez 2 millió 7, mondjuk 2 millió 5,70, 2 millió 4, tehát akkor ez így, és rohadjak meg, de a 2,4-es tűnik a legletisztultabbnak, tehát ugye ez így. Viszont meg kéne nézni mindegyiket, ugye ezt tudom hol van, ezt a La Puertát, ezt ugye itt látszik. Ez a legdrágább, a kérdés az az, hogy mekkora fasz, nem látod, hogy az út közepén vagyok, te nyomorék? Tehát, hogy így, hogy lehet, hogy pont az a probléma, hogy az út közepén vagyok, talán. Le kéne parkolni a faszba. Na szóval, La Puerta az ugye itt van. És ott is van az Isz, igen, az Y, a Yusuf Amir. Most, és alapból oda akarna vinni engem? Hát de dude, még nem vettem meg. De azért már kijelzi nekem ide a questet. Ez szerintem maga az izé. Hogy esetleg el tudod indítani, ez mondjuk jó. El tudod indítani a sztoriát, tehát ugye az egész DLC sztoriát, anélkül, hogy megvedd egyébként a... hogy hívják ott? Ezt a Salvage Yardot. Nem is tudom, esküszöm, nem tudom, minek mondanám roncst. Tehát ez a roncs telefeldolgozó, vagy ilyesmi. Meg egy dealer, az nekem nem kell. Jaj, de régen vezettem Zentornót. Aha, igen, és akkor itt lehet megindítani a questet szerintem. Na, szóval igen, az egyik az akkor itt lenne, és szerintem itt lesz a bejárat, legalábbis a kép alapján, de lehet, hogy bentebb. Nézzük meg még egyszer. Az a baj ezzel a része, hogy ennek van egy pontja egyébként, ennek az egész Salvage Yardnak, amit gyűlölök, és hogyha bentebb van a bejárat, aha, tehát az egyik izé mellett. És akkor ott is van írva valami Reds felírat. Aha. Vagy ez lenne itt szembe, miután megveszem. És átalakítja nekem itt a textúrát, mert egyelőre nem igazán látom. Az ott nem. Menjünk bentebb, mert szerintem az is lehet, hogy bentebb lesz az a pont. Aha, sőt, szerintem itt lesz. Aha, ez az. Igen, és akkor itt lenne. Hát, annyira nem tetszetős helyileg. Főleg azért, mert ugye ez az a pont, amikor mindig ugye kifele jöttem, akkor Free Mode Event volt, és itt ebbe az épületbe van a Free Mode Event, ugye itt szembe, ebbe a Roger részben. És elindultam minden autóval kifelé, szerintem lehet, hogy most is nekimegyek. Mindig elfelejtek itt fékezni, és aztán... így. És ez minden egyes kurva alkalommal megtörténik. Mint ahogy kb. Most is, és aztán beszorulok, nem tudok kijönni, stb. Úgyhogy, no, tehát ez... erre inkább mondok egy nót, nézzük meg a másodikat. Ne dudálj, geci, nem azon az oldalon vagyok. Na, azt mondja... Facebook megint, és azt mondja, hogy... miért nem tudja megjegyezni legalább azt a szűrést? És itt van egy köpése egyébként a második. Aha. Várj, ez nem a izé mellett van? De. Nem, várj, ez nem az. Viszont a nightclubban mellett lenne közvetlen. Az mondjuk jó, mert ugye a nightclubban nekem meg itt van. Strawberry nightclub, ugye. Nézzük a másik. Ez az, hogy ez viszont amelyik itt hátul van, és az pedig tökre jól néz ki. Ott mondjuk nem tudom, hogy mi van. Ugyanis szerintem... de megnézzük azt is majd mindegy. Először is akkor menjünk a nightclub mellé. Ja, szóval. Itt vagyunk a nightclubnál. És azt mondta...
Nézzük meg megint. Azért random én sem akarom megvenni, csak úgy, hogy megnézzük, hogy hol van. Tehát azért nem tudom, miért nem lehet azért GPS direction-t kérni. Pedig eddig általában lehetett Nightclub-ban, nem lehet? Hogyha például újra megyek. Nem. Nem, mert az csak ez a baj, hogy ez csak épületeknél lehet, és ez tökre zavart egyébként korábban is, hogy a rendes házikóknál lehet, de ilyeneknél meg nem. Na mindegy, egyelőre próbáljuk még megkeresni, hogy ennek hol a francba lehet a bejárata. És egy ilyen vörös téglás épület, hát foltozott ajtóval, hogyha jól látom. És ráadásul itt van ugye mellettünk az autó visszahívó is. Nem, az nem nyert. Basszus! Hát ilyet nem találom, geci. Ráadásul most még ködös is az idő, imádom tényleg. Na. Nem, ez sem, valami farajdom ezt. De lehet, hogy itt lesz bent eset. Ott van az egy téglás. Itt van, megvan. A kurva anyját. Aha, hát ez már egy kicsivel jobb hely egyébként. Ja. Reds, ez megint a Reds. Tehát igazából ugyanez, úgy látszik, hogy ezen a Reds-esen keresztül megy ez az egész. Auto parts pickup and auto salvage yards, igen. Parts bought and sold. Aha, igen. Ez már egy picivel jobb, mert legalább itt van egy köpés a Nightclub, bár igen, a kifelé vezető út hozzá az elég szar. Ezt a számítva azért, megnézzük gyorsan azt a harmadikat is, csak hogy mindenképpen egy átfogó elképzelésünk, vagy ilyen képünk legyen arról, hogy pontosan melyiket éri meg legjobban megvenni. Egyébként az biztos, akinek itt van a Nightclubja, mint ahol nekem, ugye, ezen a részen, ennek totálisan jó lenne. Tehát itt kapásból minden itt van egy gun shop is egyébként, itt van a izé is, nudibár egy köpésre, mert az természetesen elsődleges. Viszont egyébként minden más is a közelben van, ugye az office itt van még egy köpésre, az MC klubban például nekem ugye egyenesen itt van ugye a izén, hát egy utcával lentebb, de majdnem. Simán egyenesen kell végigmenni, tehát egyébként nagyon jól el vannak helyezve úgy a dolgok. Annyi, hogy például ugye a bunker az, ami szar helyen van, az ugye itt van kint a halálfaszán. Mi volt még? A hangárt azt mondjuk én leraktam ide, azt hiszem. Igen. Milyen cuccunk volt még? Ja, itt van ugye a izém, a vehicle warehouse, vagy mi a franc. Na, annak a közelében lesz a mostani, ez a harmadik, szerintem. Sőt, az is lehet, hogy pont mellette lesz, ami még egyébként tökre poén lenne egymás mellé rakni a kettőt. Tehát egymás mellett a vehicle warehouse-t, meg ezt a salvage yard-ot. Egyébként tökre jó lenne. Egy probléma, hogy a vehicle warehouse-t egyébként mostanában már kurvára nem használom. Tele van az autó, tele van fullal szerintem. Ebből is tudunk majd nézni, mert úgyis oda kell nagyjából mennünk. Meg itt van még ugye ez a izé és a Premium Deluxe Motorsport. Tehát egyébként az a jó, hogy ezen a középső területen sok minden van, amit így el lehet érni, úgyhogy ezért választottam a Nightclubnak is ezt a területet, mert ez így, ez olyan viszonylag központi. Na nézzük akkor, menjünk el ide. The vehicles have been added for purchase. Nagyon jó, akkor lesznek úgy látom egy ilyen tuning test videók is. Travel and Transport Websites. Na várjál, azért nézzünk már vele. Na jó, menjünk lépésekbe. Először vegyük meg ezeket a szarokat. Aztán utána akkor az autók. Így is egyébként szerintem egy jó pár autó lehet, hogy most ezzel a DLC-vel megjelent. Úgyhogy ja. Na, először is nagyon keresünk valamilyen red feliratot, de nézzünk még egyszer a képet, hogy hogyan is néz ki ez a szar. Aha, ez is ráadásul fehér a izé, szóval szerintem pont mellette lesz. És ez is rendesen ki van írva rá nagybetűvel, hogy red. Baszki, lehet, hogy nem ott volt. Nem, az csak egy plakát. Jó, oké. Okay. Ó, figyelj, ott van a majbacu, de jó. Ilyen kis picike, izé egy gyár. Vagy ez az egész az. Basszus egyébként, miket észre nem vesz az ember tényleg, amikor így figyeled a táblákat. Eddig egyszer nem figyeltem a táblákat a GTA-ban, basszus. Így online-ban sem. Vagy nagyon minimálisan. Itt is auto repairs például. Na jó, másik irányba kéne menni. Szerintem a másik oldalon lesz.
Wow. Kicsit elszoktam az Antornótól, úgy látom. Na meg most nagyon hozzá vagyok szokva ezért a traktornak a vezetéséhez. Persze, Simeon, hova akarsz már? Yusuf úgy is level, tehát így... Ő az OG, hagyjuk már. Nem lehet, hogy pont ez... Nem ez lesz, mert ez a másik oldal, igen. Tehát akkor itt biztos, hogy nem. De viszont maga az épület, az viszont hasonló. Ott van! Geci! Na ez a dilemma, bazd meg! Közvetlen vele szembe van, bazd meg! Vele szembe! És tökre jól néz ki. Nem igaz. Menjetek a faszomba, tényleg GTA, amikor, vagy Rockstar is, amikor ezt csinálják, hogy ilyen dilemmába hozzák az embert, és akkor döntsd el, hogy melyik a jobb. Most akkor nightclubhoz akarsz közelebb lenni, vagy a warehousehoz. Nem? De mondom egyébként, a warehouse az totál agyrém, és alig használom. Ja, basszus. Elvel akartam kiszállni, bazd meg, mint ahogy a izébe. A... Farming Simulatorba. Hát ez az, itt még van egy-két autó, egyébként lehet ezeket is majd egyszer el kéne adnom, hogy végre kitakarítsam a dolgokat, nem tudom mennyi van bent. Még tökre poén lenne tényleg egymás mellé rakni a kettőt. Mennyi autó van ebbe? Most tudom, itt a raktárnak a szintjét mutatja valahol, hogy mennyi az, amennyi bent van és mennyi az, amennyi eladható. Mindegy, export. Hát egyébként kurva sok van, tehát itt van egy... Azt mondja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 sornyi, baszki, ez 40 autó. Te jó ég. Bassza meg, 40 autó itt vár eladásra. Hát igen, egyszer elkezdtem egyébként itt kidobálni őket, meg eladni, aztán kicsikét ráuntam, mikor már 30-nál tartottam is. Egyedül vittem, úgyhogy na mindegy. Hát a nightclubomat jobban szeretem, úgyhogy most annak ellenére, hogy az épület viszont, de ez viszont nagyon szar, tehát hogy az épület minősége, tehát amit így kívülről látunk, az viszont eléggé durva, hogy a legolcsóbbnak a külső fala egyébként a legjobb. Tehát ez teljesen szép, letisztult, semmi, le van festve a tégla is, tehát ez bazd meg minőségi épület úgymond. Ezt a roncsot itt leszámítva, meg ezt a jó kis bölcsőt, vagy mi a franc, ez így, mi ez itt, geci? Mi a fasz? Ki nem tudom nézni, hogy ez... Mi ez, egy tengely lenne? Valami olyasmi lehet, eléggé össze-vissza áll. Szóval, ja, basszus, ez jó lenne egyébként. Picsába. Rockstar, hogy mindig ilyen döntések elé állítasz minket. És például helyileg is tökre jó ez, illetve a második. De a harmadik az egyébként, tehát az semmiképpen sem ajánlom megvételre, ez már biztos. Várj, autóból kilépek, hogy ne menjen folyamatosan ugye a engine. Legyünk egy kicsit környezetbarátabbak. Azt mondja, akkor melyik legyen? Egy perc kimehetsz, azt mondjátok. De ezt a harmadikat semmiféleképpen sem. Egy az, szar helyen van, szarul lehet bemenni hozzá. Egyébként Free Mode Event Core tömeg van, hogyha éppen tolják egyébként a többiek, úgyhogy azért sem jó, mert ott van egy köpése tőle ugye az épület. Akkor mi van még? A kifele vezető út is szar, a megközelíthetősége is szar, messze van mindentől, tehát egyébként totál full negatív, és a legdrágább. Tehát ez a legdrágább és a legszarabb. Nézzük a másodikat. A második az ugye pont a közép kategória, tehát ugye az épület az kívülről egyébként ott van, tehát ez semmi extra. Helyileg viszont rohadt jó helyen van, ugye térkép szint, vagy hát a város közepén szó szerint, tehát egyébként, hogyha a város teljes ívét nézzük, akkor szinte pont a közepén van, úgyhogy eléggé jó helyen van. És mellette van a nightclub, amiben egyébként sokkal többször megyek, mint egy Wickerwerhouse-ba, úgyhogy nekem elég esélyes, hogy ez lesz. Viszont az utolsó, az meg ugye a legolcsóbb, de viszont a legjobban kinéző, tehát ez szerintem a legletisztultabb az épülete, ha valakinek ez esetleg számítana, illetve helyileg is egyébként nem rossz, mert ott van egy köpése például az autópálya. Tehát egyébként ez is jó, mert az autópálya szintén itt van, és azt hiszem itt van a lehajtó valahol ráadásul, ha más nem leugratsz. Tehát így, mert valószínű, hogy most is ugye autókat kell lopnunk. Tehát ugye ez is megint benne lesz a Yusuf Amiron keresztül, aki ugye GTA 4-ben volt, ilyen autóripós, azt hiszem.
vagy valami ilyesmi, hogyha jól emlékszem, de itt is szerintem olyanok lesznek, hogy tuningol, driftes autókat kell majd lopnunk, de majd mindjárt kiderül. Minden esetre egyelőre én szerintem ezt a másodikat fogom megvenni, ezt, mert a nightclub az úgy közelebb van. Ha más nem, egyébként az a jó, hogyha átváltok az olcsóbbikra, akkor ugye különbözeti díj ugye visszajön, tehát ugye még nyerek vele egyébként. Úgyhogy megnézzük először ezt, aztán ha más nem, akkor menet közben majd váltok. Ha nézzük, mik van. Hú, jól néz ki. Emelő, minden. Fú, baszki, mondom, átmegyünk CMS-be, geci. Tehát itt most Rockstar nagyon megcsinálta nekünk ide azért a CMS-t. Azt mondja, igen, tehát itt az emelőket festi az oldalfalat, illetve az oszlopnak ott van egy díszsík. Azt mondja, mindegyik 75? Igen, mindegyik 75, ez fix. Plusz, hát basszony, milyen szín, kék. Narancs. Az még nem rossz. Citrom, az olyan, mint hogyha valami edzőterem lenne. A zöld az inkább olyan, mint egy teszt szoba vagy valami. A pinket nem is tudom hova tenni. Ez a világos kék viszont, ez nagyon rikít. Fekete, köszönöm. Hát jó, mondjuk dark grey. Meg van egy sima grey. Jó, én azt mondom, legyen a dark grey, az olyan stílusos, és szerintem a plafont is egy picit színezi. Annak ellenére, hogy itt viszont nem, ahogy elnézem, mondjuk ott a csövet igen, ha jól látom. A csöveket az színezi, de érdekes, mert kékre meg nem. Na ott viszont igen, narancs és kék lesz, érdekes. Viszont itt meg fullra fekete az egész. Jó, legyen az, legyen ez. Azt mondja, get trade rates, connections to local, this is priceless. What? Tehát fizessünk rá 450 ezret, azt a kurva egyébként, most nézem. 450 ezret azért, hogy viszont... hogyha jól értelmezem, nem vagyok benne biztos. Egyelőre most így próbálok találgatni, hogy ez pontosan mire értik, hogy 450-et most ráfizetünk azért, hogy mondjuk, nem tudom, így eljavíthatjuk a... De érdekes, igen, tehát azt mondja, hogy which is for a one-off payment, tehát egyszeri 450 ezerért, you will receive discounts on all claims with Morse Mutual and on repairing vehicles with LS Customs. Szerintem, én azt mondom, hogy szerintem ez egy ingyenes, tehát hogyha én ezt megveszem, ezt 450 ezerért most, akkor ingyenesek lesznek folyamatosan mostantól kezdve az autójavítások. És ezt már mennyi ideje kérték bazza meg egyébként a játékosok is. Mindig emlékszem még amikor GTA-ztunk az ismerősökkel, hogy mindig mondogatták, hogy bazzik, ez ezer dollárba kerül az autójavítás, hát mi a faszom el? Imádtam, jó volt. Azt mondja, van egy tow truckunk is. Na nézzük. Looking to earn a living salvaging parts with your very own tow truck service. Then invest in Vapid's finest towing solution, or Rapids, not the finest towing solution, ajaj. Oké, és akkor itt most miért nem úgy írjátok, hogy finest és not finest, egyébként az jobb lenne. De nézzük, van egy sima, de most bazeg, itt a kettő miben különbözik? Ja, várja, ott is van. Értem. Te jó ég, 1 millió, bazd meg. Öregem, olcsóban veszek egy sportkocsit GTA-ban, ne basz már föl. Jó, mondjuk ez is igaz. Röhögtök, de egyébként ezekből is sokszor lehet poént csinálni a csajoknál is, hogy csaj megkérdezi, na milyen autót vezetsz? Vagy milyen autód van? Azt rávágod, hogy van egy 70 milliós autó. Aztán ő felőrül, felcsillan a szeme, kimentek az autóhoz, és akkor ott áll egy rohadt nagy Scania Streamline, esetleg egy platóval együtt, és akkor 70 milliós. Na hát ez is olyan, hogy olcsóban vehetünk sportautókat egyébként a játékban ilyen 700-900 ezer dollárért is. És meg most 1 millió egybe kerül egy vontató. A jobbik vontató is, egy 650-ben pedig a rosszabbik. Tócság, mondjuk nem tudom, hogy Beater a neve. Hát jó, akkor megveszük a simát, azért legyünk már szépen igényesek. Az, hogy a wall safe egyértelmű, nothing flexes your... Success like a block of steel and concrete large enough to store up to. Azt a 250 fér bele? Cute. Bizony. Jó, rendben. Azért jó, hogy 250-et tárolhatunk bele, de 750-be került. Jó. Nice. És egy staff. Egyértelműen kell. 625 ezerért, de jó ég.
Még jó, hogy ez is egy egyszeri összeg, amit ki kell neki fizetni, és nem pedig naponta kerül mondjuk ennyibe a staffnak az ellátása, meg a fizetése. Azt looking to speed up the time it takes to salvage parts, then you need another pair of hands. Aha, gondolom akkor megint ilyen időre lesz szabva, amire lebontják az autót. Tehát lehozzuk az autót, és tegyük fel mondjuk lehet, hogy egy játéknapnak el kell telni, amíg szétszedik az autót darabokra, és végül értékesíthetjük a darabokat. Én legalábbis erre tippelek, de ez majd mindjárt ki is derül. És akkor teljes összeg 5.570.000 dollár, te jó ég. Nice. Jó, toljuk neki. Getsz. Oké, búj, legyen. Nézzük. És most bezzeg van set waypoint, hogy rohadnak ketté a... Tehát, milyen megint? Rockstar, fuck you. Tehát így... Na, közben már hív is. Oh, news travels fast, my friend. Almost as fast as money! Ha! This was a next level investment, I promise you. 4D chess. I'll meet you there. You don't mind if I let myself in? Die, good. Ez egy ágúd, nem is adtam meg a permission-t, hagyjuk már. Na, ott látom, hogy egy drift versenyre Eres Kármét az így dovott is. Nagyon remélem egyébként, hogy free play-ben is, vagy free módban is lehet majd vezetni az autókat, és nem csak sima izékben, versenyekben. Az elég gáz lenne, hogyha izébe, free play-be meg nem tolhatnánk. English Dave meg mi a fasz keres? Ja, kéne egy kis promót. Hát jó, rendben, majd egyszer. Az is lesz. Sessanta is keresgél. Egyébként ezt is szerettem, ezeket az autójavításokat, meg tuningot. Az DLC is jó volt. Sok autót megcsináltam, lehet, hogy majd azt is esetleg csinálunk egy-két tuningolós videót, meg eladósat. Mert most így, hogy a GTA 6 előzetesen megjelent, esküszöm kedvet kaptam a GTA 5-höz is. Csak hát, ugye sok minden van még hátra, úgyhogy lehet, hogy majd a CMS szériát követően fogunk egy kicsikét GTA-zni. Na. Igen, itt mondjuk ez problémás, ez a kis mini ugrató itt, de hát ez van. Hát az... Ó, oké, saját autóval is be lehet menni. Ez is kiderült. Nice car. Baby, don't go anywhere. Yo, 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 yo! There you are, my homie! Ya Allah, fucking A! Hope you don't mind, we let ourselves in. But Yusuf Amir in the house! What the fuck? Yusuf, baby, are you okay? I am fine, fine. Look, look, everything's perfect. Actually, fully intentional. Who's your friend? Oh, it's much more than a friend. It's a business associate. Ya Allah. Now, could you send Jamal down here, please? Jamal, honey, your cousin wants you downstairs. No, business first. Very good. Let me be the first to congratulate you on all this. All this, wallahi, is the good shit for real. He's a popping, pop, 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 pop. Bugger, 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 pew, 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 pew. Pew, 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 wow, wallahi, I thought it was fun. Now, let me tell you why I am here. The world has changed, my friend. You have to be careful what you say now. Not so long ago, it was all the strippers, the fast cars, the coke. Now, it's the strippers, the fast cars, the coke. But no jokes! Ha! Though not a problem for you, huh? Is you keep your mouth shut. It's very wise. It's very wise indeed. Let me tell you. It's no wonder I keep hearing about someone with Los Santos in the palm of their hand. No, I say to myself, self, this is someone you should be in the business with. Ah, yes, the world may change, but man's best friend? No, not dogs. Cars. This is why I collect them. Yallah, you know how it is. But as with all collectors, my taste runs to the unique, yes? Cars with a provenance, a history. Something no one else has. And to acquire these, I must often use unorthodox channels like you. Jamal! Put your pants back on and come down here! My apologies. You see, wallahi, my cousin is young. You may not believe this,
But I too was once a party boy, yes. But to be caught with your pants off in the business meeting, can you believe it? Unthinkable. Wallahi, Jamal has a lot to learn from us. Sorry, cuz. My bad. I got you. Jamal, this is embarrassing. What was the first thing I told you about working with your new boss? You said, remember, they have iced a lot of people and often for no reason at all. Okay, good. And the other first thing? It's very bad manners to do najasa in your boss's chop shop, understand? Sorry, okay, whoa, but cuz, real talk, I mean, you invited the... Enough! For this kind of thing, you have the apartment my papa bought you. Now come, make a good impression. I want you to take this man under your wing. For too long, his life has been an orgy of drugs and orgies down here in Los Santos. He needs focus, he needs discipline, an apprenticeship, someone to look up to. So I give him to you for free. Jamal, explain the system. Okay, you got it, cuz. So, my cousin Yusuf here keeps a list of all the cars he wants. Now it's my job to stay on top of it and look into how we can get them. So, if I find a way, then I will add it to your list here on the computer. Yeah. And if you pick one, then all the planning we do, we keep on the DL on the wall here. Show them the light. Hi, yes, it's foolproof, yes. Right, I'll look after all the research and planning. Where the car is, what approach we use, what kit you need. All you have to do is pull the trigger. And if something goes wrong, you can always blame him. Ha! Now, I must get to my plane. Jamal, get those girls in the car. I need to get to the airport. Ah, yes. Now you listen. Girls. Once you have Ladies. A car, you ship it to me. Friends. I will pay you a very fair price. Very fair. Or you can break it down into parts for some quick cash, or keep it for yourself, whatever you Take want. Your time. How do you just promise to send me a little present now and then, and I will be happy. Okay, my friend? So, friends I have known for a long time, are we ready? Jamal, you are driving. Hadn't I better stay here with the new boss and show him the computer stuff? Yes, of course. Baby, you wanna drive? Hell yeah. Jamal, put the song on. Come on, cuz, that song is choogy as fuck, no cap. Why don't you let me hook you up with something fire, huh? What's choogy? Jamal, what the fuck do you know? That song is a classic. Now put it on. We're rolling, baby. You know this one? Before your time, perhaps. We have a beautiful future, you and I. Some G shit going on. I look forward to you being in touch. Peace out. Let's go. Oh, you should check out the computer stuff. It's all set up for you. Super sweet, bro. Oh, I mean, boss. Na, hát ez érdekes volt. Mármint azért is, mert azt hittem, hogy Yusuf bele fog lőni véletlen az a kocsiba. De mindegy. Oké. Okay. Jamalt meg is kaptuk szépen így kontaktnak. Nézzük akkor is, hogy ezen a kedves kis fehér, kb. Windows XP stílusú gépen akkor mit fogunk... Egyébként ezt se értem. Tehát ennyire OSD dolgokat kell direkt rakni. Tehát ez így már egyenes direktbe megy a Rockstartól, hogy nem kaphatunk mondjuk egy jó kis... mondjuk egy 16:9-es képarányú valami monitort, tehát, vagy valami normális gépházat, de legalább a monitort, tehát, hogy nem, még mindig meg kell maradni itt a 4:3-as kis kockánál, ami lassan elfüstölt. Csoda, hogy egyáltalán még működik. Na mindegy. Nézzük akkor, mi lesz. All right, so check it out. Right here on the screen, you got three cars to choose from. I got a few angles I play when I'm looking for these things. I try to make sure they've got something special about them, you know, cool previous owner, used in a movie, you know, the kind of thing that makes it unique. And makes Yusuf want to pay top dollar. Once you pick one, we'll come up with a plan. You do your thing, boom boom, you bring it back here to HQ. Then it's up to you. Sell it to Yusuf, break it down for parts. Hey, maybe every now and then you'll just keep it, right? We just pay to change the VIN and make it legit. Now, setting up robberies ain't cheap, but I guess you already know that, right? Well, anyway, the first one's on me. See, I want our partnership starting out with good vibes only, hey! And by partnership, I mean you're completely in charge at all times, and please don't kill me. All right, no time like the present.
Let's pick one and get started. Na, hát jó tippeltem, hogy ez egy jó kis Windows-os gép. Na most, ahogy elnézem, egerünk az nincs. Gondoltam rá, tehát a három közül lehet választani, pedig egyébként tökre megnéztem volna ott a start menüt, mert rohadjék meg, ez az olyan Windows Server feelinges egyébként, teljes mértékben. 2000-es kb. Tehát így vagy az a 2002-es. Nagyon pofás egyébként. Csak kíváncsi vagyok, a Microsoft az úgy mennyire szólna be ezekre. Na mindegy, hát van három darab első találatunk. Max value, komoly a BF Vivid, 260 ezer dollár max value. Érdekes. Van itt egy Bravado Gauntlet Hellfire. Ez is érdekes. Tehát az SRT Hellfire, vagy a Hellcat helyett Hellfire lett. Érdekes. És van egy Turismo Omaggio. Omaggio. Azt tudja, hogy kell kiejteni. 395. Savage value 272, ott viszont 310. Jó, menjünk ezzel. Kíváncsi vagyok. Ó, még ez a menü is. Azaz, are you sure? Yeah. Okay, that's a sweet ride. Let's get it. Here's the plan. You know Arena War? Oh. That crazy show they film over at Maze Bank Arena? I fucking love that shit, bro. I got a season ticket, private box, everything. I count Mr. Jerome as a close, personal friend. Anyway, I was looking at the upcoming events and there's a halftime show that caught my eye. It's being hosted by the Duggins. You know the casino owners? This car is in the starting lineup. And check it out. It was one of the stunt cars they used in a Jack Howitzer movie. One of the good ones, too. The Duggins are big fans, apparently, and so is Yusuf. We gotta have that car, man. So let's scope out Maze Bank Arena and figure out how we're gonna take it. They have a private box, so let's start there. Aha, szóval oké. Na szóval, VOSD-vel tudni. Aha, de most nem enged. Van itt egy planting computer, igen, az az a izé. Van itt egy info tabünk. Identify photograph points of interest that will help plan. How to steal the target. Aha, szóval akkor mindent meg kell szervezni, ugyanúgy, mint mondjuk egy kaszinó helyszínnél, vagy nem is tudom már melyik volt az utolsó, ami hasonló volt. Na mindegy, hát akkor nézzük is meg. Nem tudom, ez akkor így szimplán. Jó, akkor ez free módos, szerencsére, tehát nem kell izélni. Rendes jobba bemenni. So, snatching the Duggan's car right from under their noses during the halftime show, it's gonna be complicated. Let's go scope out the Maze Bank Arena! És akkor most lett volna egyébként jobb megvenni a harmadikat, ugye, a legdrágábbat, mert egyébként az volt a legközelebb hozzá, bár ez sincs annyira messze. Jó, szóval akkor le kéne most fotózni szerintem egy ilyen biztonsági kamerákat. Szóval szépen elküldeni neki. Ennyi volt az első? Ne, csesz ki. Oké. Okay. Futni persze már megint nem lehet. Hello there. Hello. Az is jó egyébként, hogy három fotográfet írt, de csak kettőt kellett megcsinálni, ha jól láttam.
Vagy valamikor lehet, hogy bevette egy fotóval kettőt, nem tudom. Ez mi volt? Na várjál, tehát hogyha a jobb... Most éppen a nyilakkal vezetek, és nekiállok ide a falnak. Nyomom egyszerre a fölfele, és a jobbra nyilat, akkor kiad egy ilyen Points of Interest listát. Érdekes, hogy pont ezt a kombót. Azt mondja, Rear Exit, Backstage Entrance és Security Measures. Ja, a Rear Exit-et nem kellett lefotózni, mert hogy ismerem, mert van aréna. Oké, jó, akkor onnan kaptuk meg a harmadik fotográfát. Egyébként meg le kellett volna fotózni, értem, jó. De ez viszont érdekes, hogy egy ilyen kombinációra írja ki azért a feltételeket, amik hiányoznak. Ez mondjuk jó, mert ez egy segítség lehet. Csak nem tudom, ezt jelezte egyébként a játék itt most az előbb valamilyen üzenet formájában, vagy ilyesmi. Jajajajaj, egy kicsit túlmegyünk. Jó, na ott van a izé is, Tow Truck, nagyon jó, itt van a Staff is. Mobilozgat, Facebookozik, Spotifyozik, TikTokozik, fasz tudja. Mind a három egyszerre lehet, vagy mind a négy. Return to Planning Hall. Ú, basszus, pont eltakarja a szöveget, ezért nem szeretem GTA-ba, amikor így kirakom. To Begin the Robbery. Azért nézzünk egy picit körbe, hogy mik vannak itt. Van egy-két palack, ajtó, alkatrészek, lökhárítók, kipufogók, leömlők, izék, hűtőrács, hűtő, izé, ventilátor, radiátor, minden. Baszki, az ott szerintem lehet, hogy egy repülőről van. Nézzük, mi van még ott, egy rohadt nagy motor talán, az is. Egy pár felni, ez nem is tudom milyen, ez mi ez, kamion felni, traktor felni. Eléggé akkora méretű, ott itt lökhárítók. Kíváncsi ezek a menet közben egyébként fog-e változni mondjuk itt az egész izé. Itt az alkatrészek ugye attól függően, hogy mondjuk salvagerünk-e, tehát lebontunk-e. Ó, nézd már milyen ismerős, aki jó kis kiegyenlítő. Egyem a szívét. Itt egy hegesztő is ott van, az emelő, mondom tiszta CMS az egész. Mi van még itt? Na ez mondjuk érdekes. Ja, ez az a kis izé? Ez azt hiszem, ez a szárító, vagy mi? Hogyha jól emlékszem, hogy ilyen kisebb alkatrészek szárítása. Ó, meg volt egy ingyenes cucc. Ah, itt van a rádió is, amit be tudnék kapcsolni, de most nem kapcsolok. Főleg azért is, mert ugye a rádiók többsége nem le van tiltva. Direkt azért, hogy ha videót csinálok, akkor ugye ne jöjjön be random zene. Bár így is. Itt van egy first aid. Meg egy Jerike, nagyon jó. Bár így Jerike a videóban most be fogja venni azt a zenét, ugye, amit a Yusuf játszott, szóval... Ja. Na nézzük be az irodába, ott van egy pénzeske, szerintem itt van a... Ó, hát persze, hogy egy jó kis izé grottis plakát mögött van be, az meg a szép. Ha jól látom, vagy nem ott lesz? Na, ó, figyelj, na, még piánk is van, nagyon jó. Ja nem, várjál, ez itt a ruhás, nem tudom, hogy itt majd lehet-e. Stored in your safe. Aha, pedig azt mondja, és a safe az viszont itt van. Nem tudom, ki tudom nyitni? Aha, de még most is ki tudom nyitni, annak ellenére, hogy üres. Na ez legalább mutatós egyébként. Nem egy üres fal, hanem valami dísz is van legalább ott, úgyhogy ez jó. Ez jó. Most megcsinálták azt is, hogy végre az E betűvel lehessen becsukni a szép ajtókat, és ne az S kell, aztán közben bemész a menübe. Na, mi van még itt? Á, unga-bunga is van, persze, az is kell. Ingyen csoki. Persze, nagyon jó. Van egy tévénk is, jó szar. Fiók is. Ez meg itt akkor konkrétan a belső ágy, gondolom, ahol lehet aludni. Meg szerintem átöltözni is, bár... Aha, igen, azt is lehet. Jó, hát akkor sok szokásos dolgot lehet egyébként csinálni. Ide is be lehet költözni, bár parkoló nincs. Nézzük. Jó, hát akkor menjünk tovább. Következő quest. Igen, az össze-vissza futkározás az még mindig aktív, ahogy elnézem. All right. Now that we got a look at the place, let's talk about what we need to get in there and crash the Dugan's party. Disguises to start. Now, I got something genius in mind for that. You'll love it. Now we need a VIP pass to get into the Dugan's box too, because that will also get us into the pit lane where we'll find the car. Now I got a couple ideas in mind to fuck with their private security a bit, so don't worry. Not that you were. This shit is gonna be fun, yo. No. Also, your dish is... Gonna be fine. Hát, nézzük. Azt mondja, hogy bypass module, kell egy VIP pass.
és egy opcionálisan egy Disrupt Armor. Hát megcsináljuk mind a hármat szerintem, de azt már csak a következő videóban. Addig is, sziasztok!